Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Október 28-a hétfő van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. Egyre többen dolgoznak, de Magyarországon is gondot jelent a fiatalkori munkanélküliség. A 15-24 évesek rátája 11,2%-os, ami alacsonyabb az uniós átlagnál. Az önkormányzat jóvoltából idén közel 2,5 milliárd forintot költenek a győri utakra. A nagy beruházások elkészültek, de több helyen még most is dolgoznak a szakemberek. A Széchenyi István Egyetem fejlődéséről szólt a Nyugdíjas Egyetem hétfői előadása. A rektor helyettes szerint olyan modern felsőoktatási intézmény alakult ki, ami megfelel a 21. század elvárásainak. Az idei év első felében átlagosan 4.504.000 minősültek foglalkoztatottnak, 1,1%-kal többen, mint az előző év azonos időszakában. Idehaza 49.000-re voltak többen állásban, mint korábban. A létszámbővülés az előző évekhez képest kisebb mértékű volt, de továbbra is a közfoglalkoztatottak számának csökkenése mellett következett be. A kedvező adatok ellenére a fiatalkori munkanélküliség Magyarországon is gondot jelent, még úgy is, hogy az adat alacsonyabb az uniós átlagnál. Az év első fél évében átlagosan 4.504.000-en voltak állásban Magyarországon. Ez derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb számaiból. A KSH adatai alapján a 15-74 éves korosztályban a második negyedévben 4.511.000-en dolgoztak, ami 49.000-rel több, mint az előző év azonos időszakában. A létszámbővülés kisebb mértékű volt, mint a korábbi évek azonos időszakában, de továbbra is a közfoglalkoztatottak létszámának csökkenése mellett következett be. A magyar foglalkoztatási ráta egyre jobban meghaladja az uniós átlagot, a 69,9%-os mutatónál csak Cseh és Németország, illetve Málta produkált jobbat. Az egész kontinensen így idehaza is problémát jelent a fiatalkori munkanélküliség, még úgy is, hogy a 15-24 évesek 11,2%-os rátája jóval alacsonyabb az EU átlagánál. Számos jó program indult a fiatalok még intenzívebb munkába állása érdekében, főleg ezeknek köszönhetőek az Európában is jó mutatók. A Statisztikai Hivatal friss számaiból az is kiderül, hogy az első fél évben 359.000 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban lévők bruttó átlagbére, ami több mint 10%-kal haladta meg az előző évi fizetéseket. A versenyszférában még ennél is jobban lehetett keresni, ott 374.600 forint volt a bruttó átlagbér. A legtöbb régióban alig változott a foglalkoztatás 2019 első fél évében. A legkedvezőbb helyzet szokás szerint a fővárosban és Nyugat-Dunántúlon volt, ezekben a régiókban 73,5%-os volt a foglalkoztatás. Az önkormányzat idén közel 2,5 milliárd forintot biztosít utak korszerűsítésére és építésére. Erről a Győri útkezelő szervezet szóvivője számolt be híradónknak. Máté Tóth Péter kiemelte, a látványos nagy beruházások elkészültek, de amíg az időjárás engedi, a szakemberek több helyen most is dolgoznak a városban. A szóvivő az idei fejlesztések között megemlítette a Szent Iváni gyalogos és kerékpáros felüljáró építését, az Újkapu utca felújítását, valamint a Mécs László utca modernizálását. A hosszú évekig az autósok által csak rázópadnak nevezett Mécs László utca, amit idén nyáron több száz méter hosszan teljes körűen sikerült felújítani. Ez volt az egyik nagy beruházás Győrben, de több másik is megvalósult, abból a közel 2,5 milliárd forintból, amit az önkormányzat biztosított az útkezelőnek. Többek között átadtunk egy gyalogos és kerékpáros felüljáró Győr-Szent Ivánon, de jutott arra, hogy a belváros egyik fontos észak-déli útvonalát fel tudtuk újítani a Pannonvízzel közösen. Ez az Újkapu utcát újítottuk föl közel egy éves időtartam alatt, de ebben a Pannonvíznek a mélységi munkavégzése is beletartozik. Szép nagy feladatnak tekintem én személy szerint a Pusztaszeri út felújítását is, hiszen itt egy 4 hónap alatt egy teljesen új pályaszerkezettel, egy új járdahálózattal alakítottunk ki egy új útszerkezetet, illetve ami nagy fejtörést okozott számunkra, szakmai oldalról kicsit érdekesebb volt, ez a Mécs László utcának az aszfaltozása.
Ez pedig már az Újlak utcai vasúti átjáró nádorvárosi oldala. Itt képviselői kérésre most gyalog átkelő helyek készülnek, a tervek szerint november végéig. A szakember szerint ezek a kisebb fejlesztések is fontosak a győriek számára. Most is vannak még zajló kisebb feladataink. Az egyik az a Újlak utcának a nádorvárosi oldalán jelentkezett egy képviselő igény arról, hogy nagyon sokan laknak már a környéken az új társasházakban. Sok a kisgyermekes az új társasházi lakók közösségen belül, és ezért egy új gyalog átkelő helyet alakítunk ki az Újlak utcában is, illetve a Vasút utcában is. Ennek a jelei láthatók most, hiszen a közvilágítási, kiemelt szintű közvilágítási lámpák LED forrással már láthatóak, és az útépítésnek az előkészülete is láthatók. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy novemberben ezt a kis csomópont átalakítást át tudjuk adni a gyalogosok számára. Illetve a Körkemence utcában építünk új parkolókat, ahol még lehetőség van a zöld terület átalakításával, átrendezésével, illetve egy közel 100 méteres járdát újítunk föl Marcavár egyen a Répce utca 13-23 szám előtt. Pénteken már novembert írunk, de az útfelújítások és fejlesztések még javában zajlanak a városban. A szóvivő szerint, amíg az időjárás engedi, szeretnének tovább dolgozni a kivitelezők. Ha és amennyiben olyan téli időjárási körülmény van, ami enyhe, alkalmas útépítése, akkor általában olyan útépítési feladatokat szoktunk választani, ami jellemzően betonozással, beton alapanyagokra van kihegyezve, nem pedig aszfalt alapúra. Például teszem azt, egy autóbusz megállójának az átépítését térkő elemekből bazalt betonos átépítéssel, ezt például meg lehet valósítani, vagy beton járdát lehet építeni, vagy kiselemes térkőburkolatokat lehet építeni, de minden, ami nem aszfalt. Az útkezelő jövőre is folytatná a győri utak építését, szépítését, de az, hogy pontosan mekkora pénzügyi keretből gazdálkodhatnak 2020-ban, majd csak valamikor a tél végén derül ki, amikor a képviselők elfogadják Győr jövő évi költségvetését. Munkaerőhiány, megoldási javaslatok, KKV klub. Ezekkel a témákkal foglalkozunk hétfő este konkrét című műsorunkban. A Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mikro-, kis- és középvállalkozásoknak igyekszik segítséget nyújtani KKV klubjával, melynek keretében interaktív programokat, konferenciákat szerveznek érdeklődő cégvezetőknek. A szervezet tevékenységéről beszéltek a konkrétban Reinhardt Éva és Tóth Gábor, a klub elnökségi tagjai. Munkaerőhiány, azt gondolom egy nagyon népszerű kifejezés, főleg itt a mi régiónkban. Sokszor elhangzott már, hogy a 24. órában vagyunk, ez valóban így van. A Győr Plusz Televízió konkrét című műsorában sokszor foglalkoztunk már szakértők jelenlétében a régiót érintő munkaerőhiánnyal. Hétfő esti adásunk vendégei a megyei iparkamara által életre hívott KKV klubot képviselték. A mikro-, kis- és középvállalkozásokat segítő közösség cégvezetőknek igyekszik segítséget nyújtani. Civil életemben elég sok vállalkozóval van kapcsolatom, és társadalmi szerepvállalásunknak is ez az egyik alapvető dolga, hogy tudjunk kommunikálni. A kommunikációnak a másik oldalát is sikerül megfognunk. Egyik felől a vállalkozások, másik felől meg tudunk nyújtani nekik az ők általuk jelzett igények. Ezeket az igényeket ezt adatlapokon, helyszíni beszélgetéseken, a civil életben hozott gondokat, problémákat be tudjuk hozni ide a KKV klubba, és ezekre szervezünk rendezvényeket, a specifikus témakörökre. Egy ilyen rendezvényre kerül sor október 30-án a Kamara épületében. A konferencia Miért mennek, miért maradnak címet kapta. Olyan előadókat hívtak a szervezők, akik hitelesen tudnak beszélni egy-egy problémával és annak megoldásával kapcsolatban. Más helyekről hívunk meg vállalkozókat előadni. Természetesen helyi vállalkozókat is meghívunk, mert hogy a helyi vállalkozókból próbáljuk keresni azokat a már nagyobb szinten levő vállalkozásokat, akik felnövekedtek, a történelmüket ismerhetjük, nem is teljesen részletesen, de láthatjuk, hogy honnan növekedtek ki, és ők már bizonyítanak, és ilyeneket is behozunk mintapéldaként, hogy el tudja mondani, hogy én innen indultam, ezeket csináltam, ezek a lépcsőim voltak, és akkor tudunk azonosulni velük, hogy mi is tudunk fejlődni. Az előadások mellett természetesen van lehetőség kötetlen beszélgetésre is a vállalkozók között. Az előadások is úgy lettek kialakítva, hogy bátran lehessen kérdezni. Mi egymás között azt szoktuk mondani, hogyha egy ilyen konferenciáról vagy egy tréningről úgy megy haza a résztvevő, hogy egy dolgot megjegyzett, és az beépíti az életébe, akkor már jó.
De az e-heti konferenciában az a jó, hogy ki van egészítve pódiumbeszélgetésekkel, amik különböző témákat fognak átbeszélni, és a pódiumbeszélgetések vezetői pont azok, akik ebbe a témába otthon vannak. Tehát, hogyha eljön egy vállalkozó, és ott attól meg tudja kérdezni, aki szívvel, lélekkel át tudja ezt adni, mert átélte, tudja, hogy működik. Akkor az már nem vett részt feleslegesen a konferencián, zárta gondolatait Reinhardt Éva. A rendezvény tehát október 30-án 13 órakor kezdődik az iparkamarában, az esti konkrétban pedig bővebben is hallhatnak róla. A Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara kézműipari tagozata idén már 18. alkalommal szervezte meg hagyományos találkozóját a Kristály étteremben. Az összejövetel célja kezdetek óta a kamara vállalkozói közti kapcsolatépítés, emellett pedig a jótékonyság is nagy szerepet játszik a vacsorán, hiszen évek óta a Petszaladár megyei oktatókórház számára adományozza a tagozat kézműipari bájának bevételét. Nagykorúvá vált a megyei kereskedelmi és iparkamara kézműipari tagozatának hagyományos éves halászlépartia, amit idén már 18. alkalommal hívtak életre a szervezők. Az összejövetel elsődleges célja a kezdetek óta a kikapcsolódás és a kapcsolatépítés. Azt érzem, meg többen azt érezzük a tagozatban, hogy a világ egyre rohanóbb, egyre kevesebb időnk van, mindent felületesen csinálunk, felületesen teszünk. Viszont az emberi jó kapcsolatok a mozgatórugói a magánéletnek is, meg a szakmai életnek, a kamarai életnek is. És a fő cél az volt, hogy teremtsünk egy olyan eseményt, amikor picit tudunk levegőt venni, le tudunk ülni, ki tudunk szakadni a mindennapokból, a rohanásból. Őszintén tudunk egymással beszélgetni, ez legyen szakmai, legyen családi, legyen emberi téma, és azt gondolom, hogy ez nem működik a tagozatban. Olyan jó együttműködésben vannak a tagok egymással, főként a törzstagok, hogy bármikor, ha kérés érkezik a másik tagtól, akkor elsőszám prioritás az, hogy próbáljunk segíteni, próbáljunk valamit tenni. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Ma ugyanúgy, mint 18 éve. Simon Robert Balázs országgyűlési képviselő évek óta vendége az összejövetelnek, úgy fogalmazott, meg kell becsülni a kis és közepes vállalkozásokat, hiszen ők adják a foglalkoztatottak 70%-át. Örömmel jövök mindig a kézműipari tagozatnak erre a rendezvényére is, hiszen ne felejtsük el, hogy évközben egyébként több fontos rendezvényük is van. Ezek közé sorolható a Kenyér Fesztivál is, ami az utóbbi időben már a Dunakapu téren kerül kiváló körülmények között megrendezésre. Én azt gondolom, hogy elsősorban az itt meghívott vállalkozóknak tartozunk köszönettel, akik egy része egyéni vállalkozó, de elsősorban kis és közepes vállalkozásoknak a tulajdonosai, a vezetői vannak itt, hiszen, hogyha megnézzük a nemzetgazdaságot, akkor azt láthatjuk, hogy ezen kis és közepes vállalkozások biztosítják a foglalkoztatottaknak a mintegy 70%-át, tehát mindenképpen fontosak. Ráadásul az itt lévők elérhetőek mindannyiunk számára, tehát nem egy multinacionális cégről beszélünk, ahol a tulajdonos vagy a menedzsment külföldön van, hanem itt a városban élő iparosok találkoznak ezen a rendezvényen is. A tagozat kézműipari bája évről évre jótékony célt is szolgál, hiszen már hagyományosan a tombola bevételéből a Petszaladár megyei oktatókórházat támogatják a vállalkozók. Ez alkalommal is több mint 600 ezer forint gyűjt össze a kórház számára. Pár éve a bálunknak, a kézműves bálunknak a tombola bevételét itt nagy közönség előtt adjuk át a megyei kórház javára. Idén is 600 ezer forint gyűlt össze. Én azt gondolom, hogy ez a csapat, ez nem egy olyan nagy csapat, de viszont a felelősséget, társadalmi felelősséget vállalva jó ügyek mellett szeret kiállni. Az egészségügy, különösen a gyereksebészeti osztálynak a sorsa szerintem minden embert megmozgat, tehát mindenkinek a gyerek a legfontosabb kincse. Itt mi gyakorlatilag 18. éve mindig a teljes bevételünket a kórháznak, illetve a gyereksebészetnek adjuk át, és tudjuk, hogy nagyon jó helyre kerül, tudjuk, hogy nagyon jól használják fel ezeket a pénzeket, ezeket az adományokat.
A tagozat adománya idén is nagy segítséget jelent a kórház számára. Örömünkre szolgál, hogy a kézműipari tagozat ismételten támogatja a Győri Kórházat. A felajánlott összegnek, mely 600 ezer forintot meghaladja, a fele központi célokra, ápolásfejlesztésre fog fordítódni, a másik fele pedig a gyermeksebészet részére kerül. Mind a kettő terület hatalmas öröm számunkra, hogy gondoltak ránk, és minden apró segítség komoly forrás nekünk. Igazából az, hogy ezeket a több százezer forintokat mi összetudjuk rakosgatni, és akár egy-egy nemesebb célra felhasználni, egy-egy komolyabb eszköz megvásárlására, vagy nagyon sok olyan eszközünk, olyan ápolásfejlesztési tervünk, javaslatunk is van, ami akár pár százezer forintból is a betegeink számára, vagy az ápolóink számára segítséget jelenthet. A tagozat összejövetele idén is jó hangulatban, egy tányér halászlé vagy egy finom gulyás mellett telt. A Széchenyi István Egyetem fejlődéséről szólt a Nyugdíjas Egyetem legújabb hétfői előadása. A szépkorúaknak dr. Dóka Otto mutatta be a Győri Egyetem múltját, jelenét és jövőjét. Az intézmény rektor helyettese arról is beszélt, hogy az elmúlt időszakban a Győri kampuszon befejeződtek az épületfejlesztések, és napjainkra már kialakult egy olyan modern felsőoktatási intézmény, ami tökéletesen megfelel a 21. század elvárásainak. Az idei szemeszter harmadik előadását tartották meg a Győri Nyugdíjas Egyetemen. A téma közkívánata került az idei tanmenetbe, a Széchenyi István Egyetem fejlődése és az itt zajló változások kifejezetten érdekelték a hallgatóságot. Régóta már, vagy másfél éve kérték a nyugdíjasok, hogy akik ide járnak most már lassan 10 éve, azt látják, hogy itt is kinő egy épület, a földből ott is kinő, és igazából nem tudják, hogy mi zajlik ezekben az épületekben, egyáltalán milyen épületek készülnek, és azért kérték, hogy legyen egy ilyen előadás, és hát nyilvánvalóan ezt nem egyedül vállaltam fönn, hanem ebben benne vannak azok a kollégák, hogy ezeket a fejlesztéseket tervezték, végrehajtják, végzik, felelik, stb. És hát 4-5 főnek a fejösszedugásából adódott ki a mai egyetem, ami lényegében részben épületfejlesztéseket, részben pedig tartalmi projektfejlesztéseket jelent. Az 50-60 évvel ezelőtti fényképek jól szemléltetik, hogy az egykori KTMF honnét indult. A mai fotók pedig bemutatják, hogyan változott, alakult át a főiskola egyetemmé. 62-es az első díja, ami még gyakorlatilag, hát azt mondom, semmi nincsen kis túlzással, és hát a legújabbak ugye az éveleje, tavalyi év, amikor azért látszik, hogy itt valóban egy töretlen fejlődés volt, és most már jutottunk oda a terület beépítettségét, illetően úgy gondolom, hogy különösebb infrastruktúrális fejlesztés, tehát épületfejlesztés, az nem, vagy új épület kialakítására nem nagyon van lehetőség, nem is akarunk. Van még egy-két épületünk, amit fel kell újítanunk, úgy gondolok a jogi kar épületére, de a nagy része azt gondolom, hogy most már tényleg olyan állapotban van, ami 21. századi egyetemi kampusznak megfelel. A cél egy működőképes, hosszú távon fenntartható és több lábon álló egyetem. Az elmúlt évtizedekben az egyetem, a város, tulajdonképpen még hozzávettem a kormányzatot is, hiszen most is lesz majd olyan díja, amin ugye el tudom mondani, például a multifunkciós épületünknek a megléte, az tulajdonképpen kormányzat és város együttműködés, egyetem együttműködéssel alakult, hiszen összesen ugye 9 milliárdot költöttünk arra az épületre, és gyakorlatilag ebből 6 milliárdot a magyar kormány, 3 milliárdot a város adott. Azt gondolom, hogy kevés olyan városon Magyarországon, amelyik 3 milliárdot ad az egyetemének, vagy legalábbis a kevés alatt talán egy, és ez éppen Győr volt. Úgyhogy, és a továbbban is úgy gondolom, hogy itt van ugye a FIEK projektünk, ami az egész régióra kihat, hiszen annak egyik fontos célja, hogy a régió kis középvállalkozásait segítsük. Segítsük a nagyobbakat is természetesen mindenféle kutatásfejlesztés innovációs céllal, illetve a kisvállalkozásoknak ugye egy fontos dolog lenne, hogy nemzetközileg is láthatóvá váljanak, tehát az ő nemzetközi esítésük, és ebben igyekszünk a megépült menedzsment kampuszunk segítségével is hathatós támogatást nyújtani az ő számukra. A Nyugdíjas Egyetem következő előadásán november 18-án dr. Derka István a digitális televíziózással foglalkozik majd. Fizikai bemutatókkal és érdekes előadásokkal érkezett meg Győrbe az Öveges Roadshow. Öveges József halálának 40. évfordulójára emlékezve kísérletező eseményeket szervezett a Rómer Flóris Múzeum Budapesten és Brüsszelben is. Ennek egyik programját szombaton a Városháza előtt tartották. A kilátogatók a fizika izgalmas és élményekkel teli világába kóstolhattak bele a látványos rendezvényen.
Üveges József aláírását is megtekinthették azok, akik ellátogattak a Városháza előtti térre. 1979-ben hunyt el, 40 évvel ezelőtt Üveges József professzor, aki a magyar fizikatanítás nagy alakjának is tekintünk, hiszen generációk nőtek fel az ő televízióban is látható rendhagyó fizika óráin. A Rome Floris Művészeti és Történeti Múzeum a tavalyi évben gyűjteményezte Győr megyei jogú város önkormányzatának a támogatásával Üveges József gyűjteményét. Üveges professzor több szálon is kötődik Győrhöz, Péren nőtt fel és a győri Bencés gimnáziumba járt iskolába. Hagyatéka a Rómer Múzeumba került, és ott különböző módon kezdték el feldolgozni azt a múzeum munkatársai. Az őre emlékező emlékévben egy rócsót is életre hívtunk, amely ez év májusában Budapesten a Múzeumok Majellisán, a Nemzeti Múzeum kertjében indult, rendhagyóan szabadtéren, és ez folytatódott Brüsszelben a Hungasztri Fesztiválon júliusban, amikor is az állandó képviselet hívására Győr volt a vendég, és az Üveges rócsó ott is nagy sikerrel bemutatkozott, bizonyítva azt, hogy a nyelvi korlátok sem szükségesek ahhoz, hogy a rendhagyó fizikai kísérleteket és a fizika nagyon vonzó évtizedek tárlatából is izgalmas világát. A szombati bemutató is izgalmas élményeket tartogatott a kilátogatóknak, kísérleti bemutatókkal, fizikához kötődő barkácsolással várták az érdeklődőket, aki pedig lemaradt, az a kiállítást még bármikor megtekintheti. Az elkövetkező héten mindenkit nagy szeretettel várunk. 11 órától délután 4 óráig megtekinthető az installáció, illetve egy kis közös barkácsolásra is várjuk azokat az érdeklődőket, akik szeretnék jobban a fizika világát megismerni. A program mindenkinek ajánlott, aki szeretné megismerni Üveges professzor munkásságát, és a kísérletek által megismerni a fizika izgalmas világát. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Most következnek sporthíreink, friss információkkal pedig legközelebb, kedden este 7 órakor várjuk Önöket, itt a Győr Pluszon. Győri sikerekről is szólt az Olimpiai Sportparkban rendezett mesterfokú tornászbajnokság a hétvégén. A gyacos Mészáros Krisztofer 3 aranyérmet szerzett, és ugyanennyi elsőséggel büszkélkedhet a Dunafer Európa-bajnoki ezüstérmese Kovács Zsófia is. A legjobb magyar tornászok ezúttal is az Olimpiai Sportparkban találkoztak a mesterfokú bajnokságon. Győr 5-5-ször adott otthont ennek a viadalnak, korábban az első két alkalommal az Audi Aréna volt a helyszín. Idén hazánkban Győrben tudtuk megrendezni az első junior torna világbajnokságot, úgyhogy azt gondolom, hogy Győrben a torna sportvilágban szerepel, és örülök annak, hogy együttműködve a Magyar Torna Szövetséggel, a támogatókkal és a szponzorokkal közösen tudjuk a Győrben a sport jövőjét építeni, és bízom benne hazánkban is, hogy minél több helyen tornasport az élet. A nőknél és a férfiaknál is háromszoros aranyérmes versenyző lett a mesterfokú legeredményesebbje. A hölgyek mezőnyében a Dunaferes Kovács Zsófia pénteken egyéni összetettben, szombaton felemás korláton, vasárnap pedig talajon győzött, Gerendál Makra Noémi ugrásban pedig Böcögő Dorina lett a bajnok. A fiúknál ugyancsak 3 elsőséget gyűjtött be a gyacos Mészáros Krisztofer, a még mindig csak juniorkorú győri tehetség a pénteki egyéni összetett után szombaton talajon és gyűrűn is aranyat nyert, összesen pedig 5 éremmel zárta a mesterfokú bajnokságot, hiszen a kollekciót kiegészítette egy ugrás ezüsttel és egy lólengés bronzzal. A gyacot képviselte az OB-n Tomcsányi Benedek is, ő ugrásban és gyűrűn 3., egyéni összetettben 2. lett. A szerenkénti finálékban Földes Márton, Balázs Krisztián, Vecsernyi és Dávid és Kállai Zoltán is begyűjtött egy-egy aranyérmet. A csapatok versenyében a tavaszi forduló után még 2. helyen álló BHS-el nyert a Ferencváros előtt. A dobogó 3. fokára a gyac tornászai állhattak, akik Siket Olivér, Mészáros Krisztofer, Tomcsányi Benedek összeállításban szereztek bronzérmet. Sporthíreink végén köszönöm figyelmüket, további kellemes televíziózást kívánok, a viszontlátásra!